A halottak napja közeledtével egyre többen látogatnak el a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Országos szinten tavaly ilyenkor 10 temetőben keletkezett tűz, amelyet a tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Itt, amit mi is meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a tüzeket elkerüljük, az, hogy a sírhelyet első körben megtisztítjuk, tehát itt a száraz növényektől, valamint a koszorútól is, a meggyújtott mécseket majd kihelyezett tartóba helyezzük, és ezeket megfelelő távolságba rakjuk ki a sírhelyre, nyilván ne legyen a közelben éghető anyag, tehát akár egy koszorú, vagy egy másik száraz virág. A másik veszélyforrás, ami minden évben előfordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmában meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. Tehát itt az otthonunkban szeretteinkre emlékezve, gyertyát vagy mécses gyújtva, ezeket megint csak úgy helyezzük el lehetőség szerint, hogy egy fémtárcát tegyünk éppen a mécses alá. Az asztalterítő függönyöktől, ezektől kellő távolságra helyezzük el, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül ezeket a tüzeket. Ha mondjuk kimegyünk a lakásból, akkor ezeket feltétlenül oltsuk el. Valamint ha a kertünket szeretnénk díszíteni a már nálunk is egyre jobban elterjedt halloweeni tök lámpással, győződjünk meg róla, hogy a lámpás közelében ne legyen semmilyen éghető tárgy, vagy a gyertya és mécses helyett használhatunk ledes izzót is.